Sokan szeretünk unalmas pillanatainkban az interneten szörfözgetni, és különféle érdekes dolgokról olvasgatni, és mivel én is csak egy ember vagyok, sokszor én is ezt teszem. Néhány nappal ezelőtt egy floridai anyukáról és a lányáról szóló sztori eléggé magában ragadott, és felvetette bennem azt a kérdést, hogy lehetséges-e az, hogy valakit addig csikizzenek, míg az az életét veszti. Lehetséges-e az, hogy egy ártatlannak tűnő kis csikizés a gyerekeddel vagy a testvéreddel egy hatalmas tragédiába torkoljon? Ha szeretnéd megtudni, hogy milyen komoly veszélyeket rejteget a csikizés, akkor dőlj hátra, tekert fel a hangerőt, ugyanis a mai videóból megtudhatod, hogy miért ne csikizd meg soha senkit ettől a pillanattól kezdve. Ahhoz, hogy te is megértsd azt, hogy miért is olyan veszélyes a csikizés, először tudnod kell, hogy mi zajlik le az ember testében egy ilyen helyzetben. A bőrünk alatt több millió apró idegvégződés található, amik az agyunkba továbbítanak üzeneteket, amikor bármilyen hatás éri a bőrünket, legyen szó érintésről, vagy hidegről, vagy melegről. Ezek a jelek segítenek minket abban, hogy ne tartsunk túl sokáig valamit a kezünkben, ami forró, vagy hogy érezzük azt, hogy hideg idő van, és érdemes lenne egy kabátot felvenni, hogy ne fázzunk meg. Amikor ezeket az idegvégződéseket csak aprócska hatások érik, például egy ember tapintásától, vagy egy madártól, akkor ezek azonnal üzeneteket küldenek az agyunkba. A csikis érzést az agyunk két különböző pontjába beérkező jelek alakítják ki. Az egyik ilyen pont a testérzékelési terület, ami az érintések analizálásáért felelős. A másik ilyen pont pedig a középagyban található mezolimbikus pálya, ami a kellemes érzeteket, az ösztönös magatartást és a különféle függőségeinket is kontrollálja. Ez a két rész az agyunkban együttesen alakítja ki a csikis érzést. Bárki, akit már valaha a kelleténél egy kicsit erősebben csikiztek meg, jól tudja, hogy ez fájdalommal is járhat, ami szintén az agyunk ezen két részének köszönhető. Talán az egyik legnagyobb felmerülő probléma egy csikizés során az, hogy a bizonyos személy a hatalmas nevetés közben talán fizikálisan képtelen lesz elmondani nekünk azt, hogy hagyjuk abba, mert a helyzet már inkább kellemetlen érzetet nyújt, mint sem kellemeset. Amikor például egy szülő elkezdi csikizni a gyermekét, akkor általában a gyerek erre nem adott engedélyt, ami egy kiszolgáltatott helyzetet alakít ki, és a szülő ebből csak annyit vesz észre, hogy a gyerek nevet, így biztos nincs semmi probléma, de érdemes tudni azt, hogy a nevetés a csikizés során kontrollálhatatlan, és nem azért nevet valaki, mert az annyira jól esik neki. Téged például hányszor csikiztek meg úgy az életed során, hogy képtelen voltál elmondani a nevetéstől, hogy ez neked már kellemetlen? Egy 1997-es kutatás, amit a Kaliforniai Egyetemen végeztek el, bebizonyította, hogy a csikizés során kialakuló nevetés egy reflexzerű folyamat, és teljesen eltér attól, amikor valaki egy viccen nevet, ebből adódóan lehetetlen megmondani, hogy mikor van az a pont, amikor a csikizés valaki számára kellemetlenné válik. Egy másik faktor, amire érdemes hangsúlyt fordítani, az az, hogy a csikizés képes kialakítani egy fizikai fájdalmat. A hatalmas nevetés láttán bárki túlzásba esett, mivel azt gondolhatjuk, hogy ez a másik félnek jól esik, nem gondolván arra, hogy ez csak egy reflexzerű nevetés. A történelem során a csikizést rendszeresen használták a kínzás egyik formájaként is. Ez a kínzási módszer legfőképpen Kínában volt elterjedt, ahol a nemeseket kínozták ezzel a módszerrel, mivel ez semmiféle nyomot nem hagyott, és a felépüléshez sem volt sok időre szükség. Aztán ott van Joseph Kohut, aki a II. Világháború során végignézte azt, ahogy a Flossenbürgi koncentrációs táborban a náci őrök az egyik raptársát egy kacsatollal halálra csikizték. Vagy egy másik 1903-ban történt eset, amikor is egy öngyilkos hajlamokkal rendelkező mozgáskorlátozott beteget csikizett halálra egy ápoló a Hudson River State kórházban, aki ezután azt állította, hogy kielégítette azt, hogy a beteget végre nevetni látta. Ezek alapján bátran ki lehet jelenteni azt, hogy igen, lehetséges valakit halálra csikizni, de személy szerint úgy gondolom, hogy van különbség egy játékos csikizés és egy ilyen kínzásszerű csikizés között, de sajnos a reflexzerű reakcióknak köszönhetően soha nem lehetünk biztosak abban, hogy a másik félnek ez jól esik-e, vagy éppen szenved és ezt képtelen kifejezni. Sajnos ez a tehetetlenség volt az, ami egy 3 éves floridai kislánnyal is végzett 2017 folyamán, akit az édesanyja addig csikizett, míg az egyszer csak mozdulatlan maradt. A nő állítása szerint ezt a csikizős játékot minden este eljátszották a lány 2 hónapos korától kezdve. Az anya azt állította, hogy a gyerek egyik pillanatban még nevetett, majd egyszer csak elcsendesedett. A rendőrség szerint ez nem mentség semmire, így a floridai anyuka, akinek a másik 6 gyerekét állami gondozásba helyezték, jelenleg az ítéletét várja, nem szándékos emberölés vádjával. Az előbb elhangzott példák után jobb elgondolkozni azon, hogy érdemes-e bárkinek az életét kockáztatni azzal, hogy megcsikizzük. Lehet ez csak egy ártatlan játéknak indul, de sosem tudhatjuk azt, hogy mikor változik át ez az egész egy hatalmas tragédiává. Téged csikiztek-e meg már úgy, hogy az neked kellemetlen érzést okozott, és ha igen, akkor ki tette ezt veled? Válaszodat írd le egy kommentbe, és ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsd el lájkolni, megosztani az ismerőseiddel, és feliratkozni a csatornára.
Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!